Múlt hét végén mindenki izgult, de nem a Superbike versenyzők miatt, hanem a magyar versenyzők miatt. Farkas Kevin volt az, akiért izgulhatunk, és 8,5 másodpercet adta a csapatnak, ha jól emlékszem. Igen. 8,5 másodperccel vertem mindenkit ezzel a motorral, ugye? Pontos. Ez a te géped, ez egy KTM 250-es Enduro-ból épített versenymotor. Gyerekek, Enduro-ból ilyen gépet lehet építeni, most az Aeroringen vagyunk. Az Aeroringen 1.13 felett mentél ma? 1.13 fél a csúcsod, ugye? Hát 1.13.7. 1.13.7, hát azt hiszem, hogy sportmotorra lesz. Nehezen fogjuk utolérni, amit ugye Kevin tud. Hány versenyen tévél? Tessék? Hány versenyt tudtál idén megnyerni? Ha jól emlékszem, ez a harmadik olyan futamod volt, amit megnyertél. Három első hely, és mind dobogós volt. Igen. Jól emlékszem? És egyet talán nulláztál esőben, ha igaz. Egyet nulláztam, illetve egy kilencedik hely volt. Egy kilencedik, három győzelem és egy nulla. Ez mit jelent az összetetben? Második. Jelen pillanatban második helyen vagy a Northern Talent Cup-ban. Igen. Ha a második helyet tudod tartani, az azt jelenti, hogy? Hát az azt jelenti, hogy valószínűleg nagy eséllyel, de úgy tudjuk, hogy az első kettőt viszik a Red Bull Lucas Cup-ba, ami pedig a MotoGP-nek az előszobája. Tehát, hogyha tudod tartani a második helyedet, akkor irány a MotoGP, hiszen az már az előszobájának tekinthető. Gyakorlatilag igen. Akkor már a Moto 3, vagy a Moto 3-ban ott is lehetsz ezzel az eredménnyel, hogyha azt is sikerül megnyerni, de hát Moto miért ne nyernéd meg? Közvetlen, de igen. Tehát az a cél ez, gondolom. Igen. Fiatal embernek mi is lehet? Hány éves vagy most? 15. 15, akkor van még egy éved a Red Bullba, akkor leszel 16. Kettő szerintem. Szóval... Tehát akkor két évet kell menned a Red Bullba. Hát ez opcionális. Választható. Hát nem úgy, hanem hogy ugye a Dorna választja meg, hogy visszaválasztanak, vagy nem. Ugye ezeket a versenyeket úgy szervezünk meg, hogy hol a MotoGP betétfutama, hol pedig a Superbike betétfutamaként versenyeztek. Illetve az IDM. Illetve mész az IDM-ben is. Ott azért ott vannak a csapatok és látnak titeket. Igen. Megkeresnek? Főleg egy ilyen győzelem után? Hát nem mondanám, hogy megkeresnek, figyelik. Mert akiknél például vacsoráztunk, még a MotoGP-nél mi a Snipers Team-nél lettünk, ők azért elég jól tisztában voltak vele, hogy igazából mi is történt. Na most ez vasárnapra már annyira nem volt jellemző, de addig egész jól nyomon követték a dolgokat. Illetve még utána is kaptunk gratuláló SMS-eket, szóval valószínűleg követték. Azért egy ilyen nemzetközi versenyen ekkora, tehát nem szokott lenni, mindig ilyen egy másodpercen belül van a csapat. Igen. Mi volt az a plusz motiváció, hogy mitől tudtál ennyire nyerni ekkor, Mosban? Gyakorlatilag én azt hittem tényleg, hogy mindenki mögöttem van. És mondom, csak megyek előre inkább. Ja, hogy azt gondoltad, hogy ott vannak a nyakadon, és úsztad, mint az őrült. Igen. Hogy mondjam, hogy valaki beelőz. Igen. De gyanús volt már, nem tudom, 10 kör után, hogy nem kóstolgatnak minden egyes féktávon, illetve egy egyenesbe sem mennek el. Akkor abból eset még gondolhattad volna is, hogy le vannak maradva. De hát ugye kitáblázzák, hogy mennyi az előnyöd. Apujék nem táblázták. Nem táblázták? Nem. Akkor azért nem tudtad, azt hitted, hogy mindenki ott van a nyakadon, mert azért hang eljön. Hát igen. De mondjuk 8 másodperc, azt szoktam mondani, ha valaki ennyire nyer, mindig azt mondjuk, hogy csak látják a füstöt, mert elmész. De 8,5 másodpercnél füstöt se látták, tehát azért az majdnem egy célegyenes. Fél célegyenes. Tehát ebben a sportban ez nagyon nagy nyerés, tehát ilyen nem szokott lenni. Tehát itt valaminek kellett lenni, amit meg kell, hogy fejtsünk most, hogy mi lehetett az a plusz, amivel így tudtál nyerni. Én tényleg azt hittem, hogy mindenki mögöttem van, és hallottam minden egyes kanyarban, hogy valaki előbb húzza a gázt, vagy nem tudom, valami ilyesmit hallottam, és akkor mondom, jó van, nem húzod előbb a gázt, úgyhogy előbb kinyitottam. Aha. Vagy másodpercek. Mert a technikára nem tudjuk ráfogni, mert mindenki ugyanolyan motorral megy. Sőt, ezek a motorok le is vannak gombába, hozzá sem nyúlhat a szerelő, tehát nem csinált semmit. Ott nem lehet különbség, ez biztos. A gumi ugyanaz mindenkinek. Tehát itt a különbség csak itt lehetett. Lehet, hogy jobb lábbal keltél föl, vagy nem tudom. Hát lehetséges. Valami történt. Lehetséges. Azért egy kicsit szerencsés kellett, hogy ott hátul elkezdjék egymást ütni, vágni, és így ki tudjak magamnak építeni egy biztonságos előnyt, ahol már a szélárnyék úgymond nem játszik. Szóval igen, kell. Igen, mert hogyha leszakadtál, ők nem tudták a te szélárnyékodat kihasználni, igen. És ezért egyre inkább lemaradnak. Igen. Ezért jó, hogyha el tudsz menni rögtön az elején, igen. És akkor nem tudják kihasználni a te szélárnyékodat. Ez egy ilyen, egy matekozás egyébként a verseny alatt, hogy ki hogy használja ki a szélárnyékot? Ezt hogy kell elképzelni? Főleg ugye, hány lóerő, ilyen 40 körül, 30? 44-48 lóerő körül. Itt számít a szélárnyék, ugye úgy, mint a 105-ben. Hát ez ugye sok mindentől függ, számít attól is ugye, hogy a versenyző hány kiló,
És igen, attól is nyilván számít, hogy milyen idős a blokk, mert 40 órás blokkal nem úgy működik például a szélárnyék, mint mondjuk egy 10 órás. Érezhetően gyengül egy 40 órás blokkal, gyengébb lesz a motorod? Én nem igazán szoktam észrevenni, hogyha gyengül, mert edzéseken szinte ugyanolyanok a körök, meglepően. Csak akkor vesszük észre, amikor már úgy élesbe vagyunk, és ugye menni kell egymás után, és hogy a szélárnyék ott már valamiért úgymond úgy nem működik. Illetve, hogy amikor megnézzük ugye tehát van ugye egy telemetriánk, és arról mindig letöltjük az adatokat, és hogyha megnézzük, pont volt egy ilyenünk még év elején, amikor megvettük a motort, hogy nem figyeltük az órát, hogy mennyi van benne a blokkba. Valami 45 óra lehetett benne, vagy 50 körül, nem emlékszem már rá. És annyit vettünk csak észre, hogy a Pannonia ringi egyenesbe egyszerűen nem ment. Elérte a 180 nem tudom mennyi, hány kilométer per órás sebességet, tudom, hogy ez széltől is függ, ugye, mert hogyha a szembeszél van, akkor ugye akkor is lassabb nyilván, de annyival akkor nem volt lassabb, hogyha szembeszél volt jó blokkkal, de így lassú blokkkal eléggé gyenge volt, és megnéztük az adatokat, és akkor derült ki, hogy amúgy egy 45 órás blokk szinte. Akkor felújítás. Igen. Ugye egy év hányszor lehet felújítani? Akárhányszor vagy? Tehát ha ezt a motort használhatod magáncélra is? Ezt nem tudom, hogy hányszor lehet. Mert ugye most itt vagyunk az Aeroringon, tehát ezzel gyakorolhatsz bármikor. Mehetsz a Pannonia, vagy bárhova, tehát használhatod ez a csapaté vagy a tied. Igen. Uh-huh. Nem tudom, hányszor lehet felújítani. Tudtommal igazából annyiszor lehet felújítani, amikor akarod, de nem tudok pontos adatot mondani. Uh-huh. Az most itt tudtál menni 13 hetet? Hetet, igen. Pannoningen mit mész? Az ugye nagy pálya, azért az 0-4-5 volt ott a legeslegjobb idő. 0-4-5? Nekem 0-4-1 volt ezresen. De a kalapa viszont itt soha nem tudnék menni 13-at. Tehát az elképzelhetetlen számomra, hogy ezt hogy csinálod. Nem tudtam most megnézni, mert nincs itt a motorom, de azért kíváncsi lettem volna legalább egy két kanyarlásra, hogy milyen kanyarsebességgel mész. Így kívülről, ahogy fölvettünk téged, elképesztett. Tehát mindenhol húzod a gázt. Itt a cél végén majdnem meddig a beton tart, egy-két méter talán van hátra, és ott fékez. Sőt, ahol mi a féket húzott, ott még kapcsolsz. Tehát ezek szerint gyors a motor, nem mondtad, hogy 180-at megy. 210. 210 a végsebesség. Moszkva annyi volt. Az mondjuk egy hosszabb cél egyenes, mondjuk a Pannoningen, ha a 210-et nem üsd, de ezt a 180-190-t ki tudja, mit. Ez a 195-200-at simán. Ott hol fékezel? Na ez még egy technikai kérdés. Pancsiringen hol fékezett meg? Beton után, az biztos. Hát amire én emlékszem, és az a legeslegjobb féktávon volt, az 50-es tábla előtt volt egy 10 méterre. Ez a Pannonia ringről beszélünk? Igen. Elképesztő. Szóval 60-70 méternél, de az szerintem az a rossz blokkal volt. Úgy épp blokkal, fogalmam sincs, szerintem ott is ilyen 80-90 körül. Én erre. Mióta motorozol? Tehát azért ez a tudás 10 év alatt sikerült? Lassan 10 év. Vagy így születtél, már lehet ott mondani, nem? Hát, sok sportot kipróbáltál. Nem sokat, de egy-kettőt kipróbáltam. Mivel kezdtem? Hol kezdtem? Hát focival kezdtem, de az edzővel... Foci? Igen. Igen, mert nagyon unatkoztam. Aha. Sok volt az időm, és gondoltam, már elkezdek valami sportot. Hát a foci az nem jött be, ugyanis két hét után mondta az edző, hogy ezt inkább hagyjuk, mert másoknak a lába fogja bánni, hogyha folytatom tovább. Agresszív volt? Nem, csak egyszer nem bírtam beletalálni a labdába. Akkor hamar rájött, hogy ez nem a te sportod. És akkor hogy jött a motor? Apunak volt egy 1000-es motorja, egy Kawasaki, és azzal vitt engem mindenhova, és aztán elkezdtünk utána kérdezgetni, hogy ebből van-e sport. Aztán a tévén megláttuk, hogy ugye van ez a MotoGP, és ugye apu is követte, és akkor, hogy kisebb kategóriákban vajon van-e. És akkor jött egy ismerősünk, aki adott nekünk egy PV-t is, gyakorlatilag így kezdődött. Tehát olyan van a PV50-es, ugye az a kezdődött? Igen, de először nem pályán mentem, hanem volt, akkor még Kecskeméten laktunk, volt ott egy ilyen kis betonplac. Na. És egy kis pocket bike volt talán, az tényleg legeslegelső, ment kb. 10-zel. És emlékszem, hogy ott még pótkerékkel mentem, és amikor, és ugye oda kivittük a bringát is. Hát az első dolog, aput is meg lehet kérdezni, az első dolog az volt, kivettük a bringát, mentem vele két kört, eldobtam, mikor lehet menni. Aha. Úgyhogy igen, gyorsan. Beleszerettem ebbe a sportba, szerintem. Tehát lehet azt mondani, hogy apukát fertőzött meg az ezres géppel a hátsó ülésen, ahogy ültél. Gyakorlatilag igen. És utána mi történt? Meg volt ez a PV-s gyakorlás, mi volt az első verseny? Az első verseny az Kecskeméten volt, szerintem a Birizdó kártnál. És hát az nagyon egy ilyen tanuló év volt szinte, aha, tehát éppen hogy csak belekerültünk. És utána hogy alakult ki, hogy valaki eljusson erre a kupa sorozatra? Hát úgy nagyon ugye megtetszett ez az egész, és úgy jónak is éreztem magam benne.
És akkor úgy volt, hogy akkor ezt, jó, akkor ezt most csináljuk sportszerűen, és akkor hát tartam, eddig tart. Akkor nem tudtuk még, hogy mondjuk ilyen szintre fogunk eljutni, hogy a MotoGP betétfutamaként fogunk menni, hogy a Fabio Quartararoval pacsizok le gyakorlatilag egy interjú. Hát ezt nem gondoltuk akkor, hogy idáig eljuthatunk. És milyen érzés? Elég. Ott lenni a nagyok közt. Elég jó érnek, tiszteltetés. Jó érzés. Gyakorlatilag velük lenni. De hát például amikor mondták, hogy az első három ugye, vagyis igazából az első kettő ment, mert akkor még aki, tehát aki most volt velünk, még az Assenban volt ugye a legutolsó GP-s versenyünk, ott ugye én voltam, Rossi Moore volt még ott velünk, és Loris Venneman, ő egy holland kisrác, nagyon jó fej, nagyon bírom a gyereket, és akkor ők voltak ott, úgyhogy igen, és ott ültünk, és mind a hárman gyakorlatilag remegő lábakkal néztünk magunk elé, hogy na, mikor jönnek? Mikor jönnek? Szemezgettünk, hogy mikor jönnek. Bejöttek egyből mindenki csönd. Aha. Silence. Olyan... És ők figyelnek titeket? Szerintem már tudják, hogy kik vagytok, nem? Nem hiszem. Ők nekik van jobb dolguk is, mint minket figyelni. Nem tudom, nem hallottam. Hát pedig jobban tennék, ha figyelnének, mert ha benne vannak még mondjuk 5-6 évet, már pedig annyit benne lesznek, ti lesznek az ellenfelei. Reméljük. Legalábbis bízunk benne. Hát én bízok benne. Tehát ez mindenféleképpen ez a cél, hogy eljutni oda. Pontosan. Hát kívánom, hogy sikerüljön is. Köszönöm. Ott is ilyen eredményesen első legyen mindig. Hát dolgozunk rajta. Köszönöm szépen. Megértés. Én köszönöm.